A néhány évvel ezelőtt készített felvételeinken már a díjátadás látható. A pályázat most is ugyanaz, mint a korábbiakban. A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bajai Tankerületi Központ és az évfolyész támogatásával írja ki ismét szépirodalmi pályázatát. Célja az, hogy a többségi társadalom minél több információval, személyes élménnyel rendelkezzen azokról, akik fogyatékkal élnek, legyen az vele született vagy szerzett. Ennek a pályázatnak az a kiemelt feladata, hogy a tanulók inkluzív szemléletét és a másság elfogadását alakítsa. A pályázat azt hivatott erősíteni, hogy a fogyatékkal élők elsősorban emberek, s csak másodszorban fogyatékosok. Fenntartótól függetlenül felső tagozatos és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik Kalocsa, Bácsalmás és Bajajárás oktatási intézményeiben tanulnak. Három kategóriát hirdettek meg az idén is. Egyrészt verssel, másodszorban novellával, harmadsorban pedig mesével lehet pályázni. Egy-egy novella maximum 4 oldal lehet, míg a mese terjedelmét 3 oldalban határozták meg. Mint a korábbi években azt megszokhatták a jelentkezők, most is díjmentes a részvétel. A beérkezett pályamunkákat anonim módon zsűri nézi át és bírálja el. Korcsoportonként díjazzák a legjobb alkotásokat. Az alapítvány a Kalocsai Gyógypedagógiáért külön díjazásban részesíti az értelmi fogyatékosság témakörben alkotott legjobb pályaművet. Emellett a zsűri azt a jogot is fenntartja magának, hogy további külön díjakat adományozzon, ha olyan különleges, egyedi, vicces, vagy éppen megható írással találkozik. A legjobb, legérdekesebb írásokat a tervek szerint december 1-én a Fogyatékkal Élő Emberek Nemzetközi Napja alkalmából 17 órakor online formában megtartott műsorról láthatja, hallhatja majd a közönség. A pályázó neve, elérhetősége, iskolája, osztálya és felkészítő tanára is szerepeljen a beadandó iratokon. A szépirodalmi pályázat benyújtási határideje november 12-e péntek 12 óra. Jön az őszi szünet, elő a ceruzákkal, tollakkal, laptopokkal, s írásra fel.